hogy Istennek ez egy kedves dolog, amikor mi az ő akarata és az ő igéje szerint élünk. Amikor a Szentlélek ilyen nagy erővel és spontán kiárad, ez azért történik, mert Isten nyomatékot akar adni az ő üzenetének és az ő akaratának. Mikor Péter elzarándokolt Kornélius házába, olyan erővel szállt le a Szentlélek, hogy ezek az emberek spontán Szentlélek keresztségbe részesedtek, ezek a római pogányok, és elcsodálkoztak a hívők, hogy ez hogyan történhetett meg, mert Isten így adott nyomatékot annak, hogy ő igenis a pogányokat is hívja, és minden népből és minden nemzetből hív hívja azokat az embereket, akik vágynak az igazságra, és vágynak Istennek a jelenlétére. És így volt ez Pál apostol esetében, így volt ez pünköstkor, és minden más módon, amikor Istennek a szelleme leszállt. Istenről tudni kell, hogy amikor ő bemutatkozott, legelőször úgy mutatkozott be az emberiségnek, mint a mindenható Isten. És a mindenható Isten egy nagyon érdekes kifejezés a Héberben, El Shaddai, nem is nagyon lehet lefordítani, ezért fordítjuk úgy, hogy mindenható, mert a mi nyelvünkön leginkább ezt fejezi ki. De a jelentését sokszor körülírják a próféták, és körülírja az Új Szövetség is, aki öl, és aki elevenít, aki megbetegít, és aki meggyógyít. Isten tehát az ő mindenhatósága ebben rejlik, hogy életet tud adni, és el tudja venni az életet. Életre tud szólítani, meg tudja újítani az életet, és képes arra, hogy azokat a dolgokat, amikről mi azt hiszük, hogy birtokoljuk, elvegye. Ő az, aki messze azon túl, mint amit mi belátunk, és amit mi tudunk, cselekedni tud. Az Isten igéjét is a Biblia két élő karnak mutatja be, és ez a két élő kar pontosan ezt szimbolizálja, hogy öl és elevenít. Képes arra, hogy megöljön, és képes arra, hogy megelevenítsen. Ez Isten természete, és ez Isten beszédének is a természete, és remélem, hogy ezt meg fogjátok érteni, hogy mit akarok ezzel mondani, mire az üzenetemnek a végére élek. Itt is ugyanezt látjuk ebben a bizonyos igében, ebben a következtetésben, hiszen arról elmérkedik az apostol, hogy Izraelt vajon elvetette-e az Isten. És azt mondja, hogy nem történhetett meg, hiszen Isten ígéretei nem változnak meg. Csak az Isten igéje Izraelt is két táborra osztotta, olyanokra, akik megkeményedtek, és olyanokra, akik viszont meglágyultak. Az egyik része befogadta az Isten igéjét, és az Isten igéje számára élet lett, a másik része megkeményedett, és az ő számára az Istennek a beszéde halál lett. És ezt szem előtt kell tartanunk, mert ez Istennek a valósága, és ez Istennek a természete. Azért gondoltam, hogy hőnyár ide, hőnyár oda, előveszem ezt a kérdést, meg ezt a témát, mert a táborban is, és aztán amikor hazajöttem írásban is, az interneten, meg más helyekről is, nagyon sokan tettek fel ilyen kérdést, hogy nagyon sokat beszéltünk a kegyelemről, és Istennek arról az oldaláról, hogy ő meg akarja menteni az embereket. És hogy mekkora nagy dolgot tett az Isten azért, hogy bennünket, embereket megmentsen. A tulajdon fiának a kínszenvedéseit és a halálát tűrte el azért, hogy nekünk adjon egy lehetőséget, hogy kijöjjünk a bűneinkből, és egy új életben járjunk, hogy elvessük a régi életünket, és éljünk egy olyan életet, ami közel van Istenhez. Annyira közel, hogy Isten a tulajdon szellemét, mondanám a szívét, nekünk adta, belénk plántálta, és ezt kínálja fel, egy ilyen szoros, személyes, szívélyes közösséget kínál fel nekünk az Isten. És ez így van, és ez így igaz, és Isten abban érdekelt, hogy minden ember megmeneküljön, Isten abban érdekelt, hogy az emberek megtérjenek, megváltozzanak, elhagyják a bűneiket, Isten mindenkit örömmel és szívesen fogad, és így fogalmazott, hogy senkit ki nem vet, aki ő hozzájön. De Istennek van egy másik oldala is, és ez ugyanúgy a szeretetéből fakad, és ez a másik oldal pedig azt jelenti, hogy ugyanakkor ez, amit Isten tett miértünk, ez nagyon nagy felelősséget is jelent. Ezt a szőlőművesek példázatában fejti ki Jézus, korának írástudói és farizeusai előtt, amikor azt mondja, hogy hát az Isten plántált egy szőlőt, rábízta őrökre, és amikor jött, hogy a termésből megadják a neki járó részt, akkor mindig elzavarták a küldötteit. Végül azt mondta Isten, elküldöm az én fiamat, hát ha őt megbecsülik. És azt olvassuk, hogy összesúgtak, búgtak a szőlőnek az őrizői, és azt mondták, hát ez az örökös, öljük meg, és miénk lesz az örökség. És megkérdezi Jézus, hogy vajon a király mit fog tenni ezekkel az emberekkel, akik megölték és a szőlőn kívülre vetették az ő fiát, akit azért küldött el, mert azt gondolta az Isten, hogy őt már csak megbecsülik, talán már csak megbecsülik. És a hallgatóság azt válaszolta Jézusnak, hogy el fog jönni egy napon, és bosszút áll ezeken a képmutatókon.
És a farizeusok meg is értették, hogy Jézus ezt a példázatot ő ellenük mondja, így olvassuk az evangéliumokban. Tehát látnunk kell azt, hogy óriási kegyelmet kaptunk, hogy Isten valóban úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát odaadta érte. De ugyanakkor ez egy utolsó lehetőség is a világ számára. Egyáltalán nem arról szól ez a történet, hogy hát, ha úgy tetszik, akkor élek vele, ha meg nem úgy tetszik, akkor meg nem élek vele. Mi ebbe az irányba megyünk, egy ilyen, itt Európában ez a korszellem most, a tolerancia meg a mindenféle dolgoknak a jegyében. Ugye, ez egy érdekes világ, mert tegnap felvonultak a népek, hogy ők büszkék arra, hogy homoszexuálisok. Hát rendben van, erről nekem ugye az a vicc jut eszembe, amikor a rendőr sejpít, és akkor oda megy a másikhoz, és azt mondja, hogy jó, nagyon nagy baj van, mert amikor a szebetűt mondom, akkor mindig szembe köpöm azt, aki velem szembe van, és hát ez nagyon kellemetlen, nem, nincsen valami ötletes, mondja a másik, de ahogy nem tudok, ez egy biztos pszichológiai alapú probléma, elmész egy pszichiáterhez, és akkor ő segíteni fog. Na, találkoznak 2 hónap múlva, mondja a másik, tehát ez fantasztikus, hát ez az ember tényleg, akit ezt ajánlottál, hogy ez csodálatos, ez nagyon tud, ez megoldotta a problémámat. És mondja a másik, miért most már nem köpöd le azt, aki, ez, amikor ezt betűt mondasz, akkor nem köpöd le azt, akivel szemben állsz, azt mondja, de még leköpöm, de már büszke vagyok rá. És csak azért mondom, hogy a helyzet viszonylag paradox, mert ha én azt mondanám, hogy én meg büszke vagyok arra, hogy nem vagyok homoszexuális, akkor azonnal olyan címbe tűnnék fel, mintha elnyomó, rasszista, meg nem tudom én micsoda lennék. Igaz? Nem így van? Büszkén fel lehet vonulni arra, hogy büszke vagyok arra, hogy sánta vagyok, hogy pupos vagyok, hogy félszemű vagyok, és rendben van. Én értem, hogy mi van emögött a dolog mögött, és szeretném a másik oldalra is felhívni a figyelmet, hogyha nekünk keresztényeknek, ezeknek az embereknek csak annyit tudunk üzenni, hogy fúj, meg megvetünk téged, meg utálkozunk, akkor azért nem egészen ezt tette az Úr Jézus Krisztus. Mert az Úr Jézus Krisztus utálkozhatott volna a vámszedőkön, utálkozhatott volna a prostituáltakon is, igaz? És nem tette. Hát ha csak ennyi volna az üzenetünk, akkor az kevés. Akkor jusson eszünkbe, hogy nekünk is voltak, Uram, bocsá, vannak utálatos bűneink. És Isten nem utálkozik, vagy nem csak a bűneink felett utálkozik, de nekünk kegyelmet akar adni. Oké. De nem is akarom a tévát igazán tovább ragozni, hanem azt szeretném, hogyha megértenétek, hogy ez a két oldalúsága az Isten dolgának, és az, hogy az Istennek a jósága, és kegyelme, amivel meglátogat minket, azt mondja a Róma levél, bennünket megtérésre kell, hogy indítson. De mi van, ha nem térünk meg? Mi van akkor, ha nem törődünk ezzel a kegyelemmel? Mi van akkor, ha azt mondjuk, hogy hát Isten ideadta a fiát, hagyta szenvedni, meghalt a mi bűneinkért, hogy odaszegezze, de ez engem nem érdekel. Én a magam életét akarom élni. Majd visszatérek erre a kérdésre még egy kicsit később. Amikor hozzám fordulnak a kérdéssel, vagy amiket feltettek, az az, hogy hát ha ez az Isten ennyire szeret minket, és ilyen kegyelmes hozzánk, akkor az Ószövetségben miért van ilyen szörnyűségek, hogy írtsd ki a kánaánitákat, írtsd ki az amálekitákat, ne kíméld őket, ne szánja meg a szemed, így írts ki, úgy írts ki, így gyilkold le, úgy gyilkold le. Ugye legtöbbször ez úgy merül fel, hogy ha Isten azt kéri tőlünk, hogy ne öljünk, akkor miért mondja azt, hogy, miért mondta azt az ő népének, hogy gyilkoljanak embereket halomra. Ez az első félreértés, szeretném gyorsan eloszlatni. A ne ő parancsolat arra vonatkozik, hogyha valaki nem bánt téged, valaki nem tör az életedre, akkor te ne törjél az ő életére. Erről szól, ne gyilkolj, ez a parancsolatnak az értelme. De ha valaki az életedre tör, ugye a rabbik ezt egy nagyon markáns, egyszerű mondatban fogalmazták meg, amit megint, hogyha a nyilvánosság előtt hirdetnénk, botrány lenne. A rabbik azt mondták, hogy te olyan embert, aki téged nem bánt, azt ne bántsál. De ha valaki az életedre tör, te legyél a gyorsabb. Vagy nyugati, tudjátok. És igen, az ige, ha valaki az életedre tör, a gyerekeid életére tör, a családodra tör, a hazádra tör, igenis megengedi azt, hogy te legyél a gyorsabb ebben az esetben. Hogy védekezz,
a jogos önvédelem egyáltalán nem esik ebbe a kategóriába. Márpedig a hadihelyzet megint egy másik történet, ugyanis hadihelyzetben okkal feltételezed azt, hogy te mindig önvédelmi helyzetben vagy, amikor csatában vagy, hiszen azért vonul fel a másik, hogy megöljön téged. De hadiállapot is ismeri a gyilkosság fogalmát, mert ha le van fegyverezve az ellenség, és nem tudna neked ártani, és te mégis leölöd, az ugyanúgy gyilkosság. Civileket leöldösni hadi helyzetben is ugyanúgy gyilkosság. Az Isten igéje szerint is, meg a ma hatályos jog szerint is. Tehát az első dolog, amit meg kell értened, tehát, hogy különbség van. A nevű parancsolat arra vonatkozik, hogy ne ólálkodj te más ember élete ellen, meg egészsége ellen, amikor az nem akar téged bántani. Sokan, akik rám írnak, jobbikosok. Most nagyon megy ez a jobbik dolog, megint jönnek föl, mert sok az elkeseredett ember, és az elkeseredett emberek dühösök, és mindig ahhoz csatlakoznak, aki a dühöknek hangot tud adni. De te ne legyél ilyen, ezt azért mondom, csak hogy gyere rá, ha netán így vagy vele. És akkor ugye azt mondják, hogy hát a zsidók ilyenek. Ölik a palesztinokat, már az Ószövetségben kegyetlenül legyilkoltak mindenkit, stb. Stb. Bezzeg a mi magyar őseink, ugye bejöttek itten a szoroson, megsimogatták a szvatoplukot, meg az itt lakó avarokat, meg egyebeket, megetették, megitatták, megáldották őket, és ugye, hát tehát ez, hagyjuk. Tehát a honfoglalások ezek sajna többnyire így működtek. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy amikor Izrael honfoglalt, mint minden más nép, a kánaaniták ellenálltak, hadakoztak. Két olyan esetről tudunk, amikor nem álltak ellen. Az egyik, ez a jerikói paráznának, a jerikói prostituáltnak a története. Aki jobban hitt az Izraelnek adott ígéretekben, mint az izraeliták maguk. És azt mondta a kémeknek, hogy én elrejtelek benneteket, pedig tudta jól, hogy halálos veszélyben forog, ha ez kiderül. Elrejtelek benneteket, mert tudom, hogy Isten nektek adta az országot. Állítom nektek, a kémek sem voltak ennyire biztosak ebben, mint ez az asszony. És ezért szerepel a hit hősei között és a hit példaképei között a Bibliában. A másik ilyen népcsoport a gibeoniták voltak, akik képesek voltak még hazudni, csalni, mindenfélét elkövetni, csak hogy Izraellel szövetségbe kerüljenek, mert tudták, hogy Izrael különben le fogja győzni őket, és különben megsemmisülnek. De honnan tudták? Jobban hittek az ígéretekbe, mint az izraeliták maguk. Így van. És ez volt a honfoglalásnak a dolga, és a honfoglalásnak a története is. Hadi helyzetben viszont alapvetően más a szituáció, mert feltételezi ugye a hadi helyzet azt, hogy az ember mindig önvédelmi állapotban és önvédelmi helyzetben van, és ezért a nevű parancsolat nem ezekre a helyzetekre vonatkozik. A másik része ennek az egész történetnek meg az, hogy vajon Isten miért mondott ilyen szörnyűségeket, hogy az emureusokat, meg a girgazeusokat, meg a nem tudom én miket töröld el a föld színéről. Azt is megmondom miért. Isten kiválasztotta Izrael földjét, és azt Ábrahámnak adta, így van? 32-szer olvasjuk a Bibliába azt, hogy Isten felemelt kézzel megesküdött arra, hogy Ábrahámnak adja azt a földet. 32 igehelyünk van. És ha valamiről 32 igehelyünk van, ugye mi keresztények szeretünk már egy igehelyből is olyan izéket fabrikálni, hogy ihaj, csuhaj, gondolod a szellemi harcra, szegény Efézus 16-12-ből már könyvek garmadája íródott. Vagy a fityulával, ugye, hogy a nő fején legyen hatalmi jel. Micsoda nagy idegi felekezetek épülnek erre az egyszem igére, hogy mit kell, meg hogy kell csinálni, és itt tovább lehetne a dolgokat hosszan sorolni. Ez 32-szer van benne a Bibliában. Ószövetségben és Újszövetségben is egyaránt. Bizonyos ez a dolog? Így van, hogy Isten ezt akarja. És Isten megváltoztatta időközben a gondolatát ezzel kapcsolatban? Nem. Tudjátok, ha elolvassátok például az 50. évnek, a Jóbel évnek a történetét, ott is Isten azt mondja, hogy ti csak zsellérek és jövevények vagytok nálam, mert enyém a föld. És csak használatra adtam oda nektek. Izrael földje még az izraeliták számára sem volt tulajdon, hanem Isten tulajdonolta azt a földet mindig is. És ő pedig annak adja, akinek akarja, és joga van ehhez. Az egész világon rengeteg féle fajta föld van, de azt az egy kis darabot, azt Isten kiválasztotta magának, és azt mondta, hogy azt akarom, hogy ezt tartsátok tiszteletben, hogy e fölött én rendelkezem.
És még Izrael népének is tiszteletben kellett tartania, hogy e fölött rendelkezik. És mikor Izrael népe nem tartotta ezt tiszteletben, mert erre a földre különleges szabályok voltak, ezt 7 évenként szombatot kellett ennek a földnek adni, és így tovább, mikor ezt Izrael népe nem tartotta meg, mentek a babiloni fogságba. És azt olvassuk a Krónikák könyvének a végén, hogy azért volt 70 év a babiloni fogság, mert Isten a földnek a szombatjait egybe adta ki. 490 éven keresztül nem tartották meg ezt a törvényt az izraeliták, az Isten tulajdonán, és Isten tűrte, és egy napon azt mondta, na elég volt, most kiadom a földnek a szombatját 70 éven keresztül. És ez tanulság a te életedre nézve is. Mi nem vagyunk a törvény alatt. Akkor tartasz szombatot, amit akarsz, de tartsál. Azt akarom neked mondani, ha nincs időd az Istenre, nincs időd a családodra, nincs időd a barátaidra, nincs időd kikapcsolódni, nincs időd felemelni a fejed a melóról, meg a rohanásról, meg a kézi munkáról, amit mindig manuálisan tenned kell, meg csinálnod kell, akkor Isten elhozza az időt, és egybe kiadja neked a szombatokat. És ott fekszel majd az ágyba, és nem fogsz tudni semmit se csinálni, csak szombatolni. Tudjátok, hány ilyen embert láttam? Hogy hiába beszéltünk neki, hiába mondtuk, hogy lassítson, hogy csinálja, hogy állítsa helyre az értékre, nem ért rá semmire, nem ért rá Istenre, nem ért rá barátaira, nem ért rá senkire, és amikor feküdt az infarktus után a kórházi ágyon, úgy, hogy meg se tudott mozdulni, egybe kivette szépen a szombatokat, egyiket a másik után. Ne várd meg, hogy ez így legyen. Amen. A te tested Isten tulajdona, így van? Hát, ez ilyen vérszegény ámennel én nem érem be. A tested Isten tulajdona. Amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, és te ezt az áldozatot elfogadtad, akkor Isten tulajdonába ment át a tested. Így van, vagy nem így van? Úgy olvasjuk az 1 Korintus 6 végén, hogy dicsőítsétek az Istent a ti testetekben, amelyet Isten megváltott magának. Így van? Az elsőszülöttek átmentek Isten tulajdonába, amikor átvonultak a pusztító angyalok Egyiptom földjén, és a vér miatt az Izrael elsőszülöttjeit az Isten megkímélte. És Isten azt mondta, azon a napon a ti elsőszülötteiteknek is meg kellett volna halniuk, de én adtam nektek egy igét, adtam nektek védelmet, oltalmat, és azon a napon az enyém lett az összes elsőszülött. És Isten azt mondta, hogy ezek helyett az elsőszülöttek helyett egy törzset kérek tőletek, a Lévinek a törzsét. És így lett a Lévi törzse az elsőszülöttek helyett Istennek a tulajdona. És nem lehetett földbirtokuk Izraelben, mert az ő birtokuk, az ő örökségük az Isten volt. Isten megesküdött Ábrahámnak erre a földre nézve. És még a tulajdon népétől sem tűrte el, hogy figyelmen kívül hagyja azokat a szabályokat és törvényeket, amiket ő ezen a földön hozott. Isten nem érdekelt, hogy Babilonban tartanak-e szombatot, Isten nem érdekelt, hogy Egyiptomban tartanak-e szombatot, Isten nem értette, hogy a Gellért hegytövibe tartanak-e szombatot, vagy Etel közbe tartanak-e szombatot, Isten az érdekelte, hogy azon a földön, ami az övé, és amit ő kinyilatkoztatott, amit ő mondott, amit ő nyilvánvalóvá tett, azon tartanak-e. És azt be is hajtotta. Alapvető különbség van az Ószövetség és az Újszövetség között, és ezt nagyon szeretném, ha megértenétek. Az első ilyen különbség, hogy a legfontosabb különbség az, hogy az Ószövetséget az emberek angyalok rendelésére kapták. Ez egy nagy titok, amit a Biblia ott a háttérben felsejtett, felvázol, de nagyon következetesen használja a törvénnyel kapcsolatban, angyalok rendelésére kaptátok, mondja például István vértanú, és nem tartottátok meg. Mit akar ez jelenteni? Isten az első teremtést angyaloknak vetette alá. Az első teremtést törvények szabályozzák. Fizika törvényei, erkölcsi törvények, szellemi törvények, és ezek felett angyalok őrködnek. Van a vizeknek angyala, van az égitesteknek angyala, egész angyali sereglet van ezen az egész világon, és azon belül vannak az őrizők, vannak a vigyázók, akik időnként megjelennek a Bibliába, összeülnek, és amikor fenyegeti az isteni rendet, az első teremtés rendjét, fenyegeti az embereknek a bűne és gonoszsága, akkor ezek határozatokat hoznak. Egy híres példa, Nabukadnézár. Látott egy álmot, egy fáról, ami felnőtt, és nagyon szép volt, és lombos volt, és egyszer csak kivágták. És hívta Dánielt, fejteni meg, és Dániel elmondta, hogy ú, király, baj van, ez rólad szól. Összeültek a szentek és a vigyázók, és azt mondták, egy évet adunk még ennek a csávónak, és ha nem tér meg a kevésségéből, nem tér meg a bűneiből, nem tér meg a gonoszságaiból, egy év múlva megy a marhák közé. Hogy lássa, hogy mekkora nagy marha.
És 7 évig ott fog legelni az állatokkal. És a karma kinő, és a szőre kinő, és teljesen elállatiasodott állapotban lesz, hogy megértse, hogy Isten nélkül bolond az ember, és csak az oktalan állathoz hasonló. És Dániel tanácsot is adott a királynak. És azt mondta, király, térj meg, hagyd el a bűneidet, tegyél jót az emberekkel, oszd szét a vagyonodat, legyél irgalmas, emeld fel az elnyomottakat, az elesetteket, és talán megváltozik a sorsod, nem kell végigmenned ezen a dolgon. De tudjuk, hogy Nabukadnézár nem hallgatott a jó tanácsra, és ment a marhák közé. Mert összeültek a szentek, és összeültek a vigyázók, és hoztak egy határozatot. Ez a helyzet. A másik dolog, amit a törvénnyel kapcsolatban tudni kell, hogy a törvény nagyon szigorú szabályokat alkalmazott. Áldást és átkot. Mi szeretjük az 5 Mózes 28 első 12 versét. Még meg is énekeltük. Áldott lesz a sütőteknőd, a kamarád, a stb. Stb. De háromszor annyi versben sorolja utána az átkot. Is. Az Ószövetség az áldásnak és az átoknak a szövetsége volt. Isten azt mondta, ha! És itt van a ha! Ha, ha, ha! De nem olyan vicces a dolog. Ha szorgalmasan hallgatod, ha megérted, ha megcselekszed, ha betöltöd, akkor áldást bocsájtok rád. De ha nem hallgatod, nem cselekszed, nem töltöd be, akkor viszont átok lesz a vége. És Izraelt ebbe a szövetségbe hívta az Isten, és ebben a szövetségben Izraelen beteljesedett mind az áldás, és beteljesedett mind az átok. És mivel az áldás csak részben teljesedett be, az átok viszont nagyon durván beteljesedett. Ezért még az áldás előttünk van. És erre találta ki Isten az ezer éves királyságot, amikor felemeli Izraelt, megáldja az Izraelt, és ebben az ezer éves királyságban Izrael a nemzetek között lesz az elsőszülött. A világ közepe. Jeruzsálemből fog kimenni az Isten beszéde. Mikeás is, Ézsaiás is látta ezt a látomást. Magasan fog állni az Úr házának a hegye. És a nemzetek oda özönlenek. És azt mondják, hallgassuk meg, milyen tanítás jön ki a Sionból, nem a Gellért hegyről, nem Etelközből, nem Argentínából, nem is Washingtonból, hanem a Sionból, pláne nem Moszkvából, meg nem is Brüsszelből. A Sionból, az Isten hegyéről. Onnan jön ki a tanítás, onnan jön ki a világosság, ott fog uralkodni a béke fejedelme, és Izraelt a nemzetek papságává teszi. És nem azért, mert ez a nép külön, mint bármely másik nép, hanem a választás miatt. Mert az Isten igéje őket választotta ki, ő hozzájuk jött, és ő nekik tette az ígéretet. Ez így lesz. A világ összes antiszemitája a feje tetejére áll, az öklét rázza, felvonul, menetel, bakancsoskodik, hörög, mit tudom én, mit csinál, a magyarok istenéhez fohászkodik, akkor is így lesz. Mert az örökkévaló Isten mondta, aki kineveti azokat, akik, mikor a népek meg a fejedelmek összeesküznek ellene. Ez meg fog történni. Mert meg van írva. Mert Isten kijelentette. Mikor mi az új szövetségre nézünk, akkor az új szövetségből visszanézünk erre a szövetségre, és ugye nagy kísértést érez mindig az új szövetségi hívó, hogy egy mazsolázzon kicsit a törvényből, lehetőleg az áldásokat. De a Biblia világossá teszi, hogy vagy a törvény alatt, vagy nem vagy a törvény alatt. De hát az áldás kéne a törvényből. Rendben van, de nagyobb áldás van Jézus Krisztusban, hidd el. Ábrahám minden áldása Jézus Krisztusban ott van az életeden. De ha visszamész a törvény alá, akkor mindezek a dolgok érvényessé válnak. Pál azt mondja, bizonyságot teszek, hogyha visszamentek a törvény alá, minden egyes paragrafusát meg kell tartani. Mindent meg kell tartani. Akkor nem lehet válogatni, akkor mindent meg kell tartani. Mert aki azt mondta, hogy ne ölj, az azt is mondta, hogy ne paráználkodj, az azt is mondta, hogy ne lopj, és így tovább, és így tovább. És azt mondod, hogy jó, hát én nem ölök, én nem lopok, csak paráználkodok. Akkor is az egész törvény megrontásában vagy bűnös. Ó, én nem paráználkodok, nem is ölök, csak lopok. Akkor is az egész törvény
megrontásában vagy bűnös. Ez a helyzet. Ez az igazság. Az új szövetségről azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ez egy jobb szövetség. Tudtok erre? Ámen mondani? Hiszitek, hogy egy jobb szövetségnek vagytok a részesei Jézus Krisztusban? Nem? Akkor hirdetem nektek, ez van megírva. Jobb szövetség is. Tudjátok, miért jobb az a szövetség? Persze, hogy tudjátok, hát ti is ismeritek a zsidókhoz írt levelet. Mert jobbak az ígéretek. Jobb ígéretek alapján köttetett. Jobb ígéreteink vannak. Nem áldás és átok ígértetett meg nekünk, hát pontosabban az is van. De az új szövetségben csak egyetlen átok van. Átkozott, aki nem szereti a mi Urunk, Jézus Krisztust. És ezt kell megérteni, hogy az új szövetség középpontja a názareti Jézus, és a názareti Jézushoz való viszonyod szerint vagy te áldott, vagy átkozott. Nem a törvényhez kell viszonyulnod, hanem a názareti Jézus személyéhez viszonyítva vagy te áldott, vagy átkozott. Ha szereted az Úr Jézus Krisztust, akkor áldott vagy. Ha nem szereted az Úr Jézus Krisztust, akkor meg átkozott vagy. Ez a helyzet. És azt is meg kell értenetek, hogy a zsidó levél azt mondja, sokkal nagyobb szeretet, sokkal nagyobb kegyelem, sokkal nagyobb hatalom jött a meghalt és feltámadt Jézuson keresztül hozzád, mint ami az Ószövetségben megjelent. Mert az egyiket angyalok képviselték, és abban is nagy hatalom volt. De ezt az új szövetséget az Isten fia képviseli, aki az Istennel egyenlő. Jobb országot nyertél. Jobb szövetségnek vagy a részese. Nagyobb hatalomnak, nagyobb erőnek, nagyobb dicsőségnek az ígérete van a számodra megadva. És ezért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy mi nem ilyen elrettentő dolgokhoz járultunk, mint a tűz, meg a szózatok, meg a trombita harsogása. A törvény miről szólt? Meg kellett rettenteni az embereket, hogy agyon váglak, ha nem csinálod. Megzavarodtak tőle. Azt mondta Isten, hogy külön húzzatok kerítést és ügyeljetek rá, mert az emberek előre rontanak. Meg fognak zavarodni, amikor megjelenik az Isten. Megjelent az Isten, és az emberek megzavarodtak. És a végén oda mentek Mózeshez, és azt mondták, hogy nem lesz jó, mindannyian meg fogunk halni. Nem fogjuk kibírni, ha ez az Isten beszél hozzánk. Mert a törvény átadásakor Isten bizony úgy jött, hogy egy félelmetes, rettenetes Isten volt. És az a Mózes, aki pedig a kegyelmes arcát is ismerte Istennek, a szerető arcát is ismerte Istennek, ez a Mózes is azt mondta, hogy megijedtem, és féltem, és remegtem. Így van megírva? De miért? Most új büntető törvénykönyvet fogadtak el. Igaz? Ha megmered gyalázni a Szent Koronát, egy évig bekasznízhatnak téged. Érte? Akármit is jelentsen az. Mit jelent a Szent Koronát meggyalázni? Fejemre teszem? Viktor fejére tesszük? Vagy a következő? Ember fejére tesszük? Mit jelent meggyalázni a Szent Koronát? Tudja valaki? Én nem tudom. Leköpöm. Azt mondom, hogy egyebenye, vagy én nem hiszek benne, vagy mit jelent ez? Na mindegy. Lényeg az, hogy van egy büntető törvénykönyv. És a büntető törvénykönyv azt mondja, hogy bekasznízlak egy évre, öt évre, tíz évre, felnégyellek, felkötlek, örökre bezárlak, mindenféle fenyegetéseket mond azoknak, hogy ne kövessék el az emberek a bűnt, igaz? De Pál világosan azt mondja, hogy a törvény kit fenyeget? Nem az igazakat fenyegeti. Hát aki jól akar érni, tudjátok, kik ismerik a büntető törvénykönyvet a legjobban? A bűnözők. Miért? Mert ők pontosan tudják, hogy ez még PTK, ez már BTK. Ez már minősített eset, ez még csak egy év, ez csak bírság, ez csak felfüggesztett, ez már öt. Miért? Mert ő azért megy, mert tudnia kell, hogy most ez igen vagy nem. Meghaladja az értékhatárt, vagy nem haladja? Én nem tudom, mi az értékhatár, mert nem akarok senkitől semmit elvenni. Az Úr is akar, ángya is értet. Oké. De azt szeretném elmondani nektek, hogy ez a nagy kegyelem, ami megjelent az új szövetségben, ugyanakkor nagyobb fenyegetést is jelent, és most nem fenyegetőzni akarok, csak szeretném, ha ezt megértenétek. Hogyha Isten így szerette a világot, hogy odaadta a fiát, és mindenkivel türelmes, és türelmesen hívja és várja az embereket, és azt mondja Péter, nem arról van szó, hogy Isten eltűri a bűnt, hanem arról van szó, hogy még lát embereket, akik felől van reménysége. Azért nem vetett még Isten véget a világnak, mert ő többet lát, mint te meg én, és lát az emberek lelkiismeretébe, hogy ott még parázsol valami igazság szeretet. És míg zsarátnoklik ott valami igazság szeretet, addig Isten hívja azt az embert. És hívta Izraelt is. És hadd mondjak el még egy nagy titkot nektek.
amikor Ábrahámmal szövetséget kötött az Isten, akkor azt mondta, hogy 400 év fog eltelni, mire birtokba veszik a földet Izrael fiai, amit nektek megígértem. És ketté, tudjátok, ketté vágta az állatokat Ábrahám, és akkor rászállt az állam, és azt mondta az Isten, hogy azért van ez, mert az emoreusok gonoszsága még nem teljesedett be. És a minap szólt hozzám az Úr ezzel kapcsolatban. És azt láttam meg, azt értettem meg, hogy az emoreusok gonoszságáról sem arról volt szó, hogy Isten azt mondta, hogy na majd mikor már ennyire gonoszak lesznek, akkor majd eljött az ő idejük, és az ítéletet végrehajtjuk rajtuk. Hanem Isten Izrael miatt tette ezt is. Ugyanis amikor Izraelt fogságba viszik, tudjátok mit mond az Isten? Azt mondja az Isten, hogy a ti gonoszságotok mértéke meghaladta az emoreusokét. Olyan mélyre süllyedtetek, hogy azok a népek, amiket elűztem előletek, amikről azt mondtam, hogy ne csináljatok úgy, mint ahogy ők csinálnak, ne tiszteljétek azokat a bálványokat, amiket ők tisztelnek, ne varázsoljatok, ne forduljatok halott idézőkhöz, ne csináljátok ezeket a dolgokat, hogy ti ezeknél mélyebbre süllyedtetek. És ha őket emiatt el kellett űzni, gondoljátok, hogy ti maradhattok? És ezért engedte a nagy gonoszságát az emoreusoknak, mert én nekem ez volt a bajom Istennel, megmondom nektek őszintén. A Szodoma gonoszsága, tudjátok, mit jelentett? Hogy az arra járó embereket kifosztották és megerőszakolták. És ezek az emberek Istenhez kiáltottak, mert nem volt senki, aki megvédte volna őket. És hány ember járt így? És hány megnyomorított élet maradt Szodoma és Gomora után? És ezek az emberek mind ezt a kérdést tették fel, hogy még hány ilyen esetnek kell megtörténnie, mire az Isten beavatkozik. És az Isten tűrt. És mikor elfogytak az igazak, akkor Isten meglátogatta Szodomát és Gomorát. És tudjuk, hogy 10 igazér megmentette volna a várost. De nem találtatott csak egy fél lót. És ő is ugye lótot futott. Azért engedte az emoreusok gonoszságát Isten felnőni, hogy Izraelnek is időt adjon. Hogy olyan világossá és egyértelművé tegye a gonoszságot, hogy senki sem mondhassa azt, hogy nem tudtam. És Izrael nem csak az áldás teljesedett be, hanem beteljesedett az átok is. Jónás, mikor elment Ninivébe, az üzenettel, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive, azért nem akart elmenni, mert azt mondja, ismerlek téged, te Isten. És ha te elmész, és azt mondod, hogy mondjam meg nekik, ezt az üzenetet, akkor még mindig van felőlük reménység, mert még mindig megtérhetnek az Isten üzenetére, az Isten beszédére. És Jónás tudta jól, hogy ha Ninive beliek meg fognak térni, akkor Izraelnek vége van. Mert Ninivéhez egy ember küldetett egy mondattal. Izraelhez meg számos ember küldetett számos mondattal. És a Ninive beliek megtértek, az Izrael beliek meg nem tértek meg. És ezért volt dühös Jónás. Miért neki jutott ez a feladat? Miért neki jutott a károsztatás feladata? De ő putta pontosan, abban az időben rengeteg próféta támadt. Az egyik legtermékenyebb idő volt proféták szempontjából az ő kora. Hóseás, Ámosz, és a többi proféták mind, nagy proféták, mint Ézsaiás, Mikeás, ebben az időben, Joel, ebben az időben profétáltak mind. Rengeteg üzenet hangzott el Izraelnek a népéhez. És miután a Ninive beliek megtértek, odaült Jónás és nézte, hogy mi lesz. Azt látta, hogy zsákba, hamuba, de azt is tudta, hogy azt lehet színlelni is. De az Isten nem tudják becsapni. Az Isten elfogadja a megtérésüket. Valóban tényleg a szívükből megbánták-e a bűneiket? Ezt csak az Isten tudja. És Jónás nézte, hogy mi lesz. És mikor látta, hogy eltelik a 40 nap, és nem pusztul el Ninive, dühöngeni kezdett. Mérges volt. És tudta, hogy ő Isten belekeverte abba a játékba, ami Izrael pusztulását fogja okozni. És látta előre a népének a szenvedését. És azt mondta, inkább meghalok. De én nem leszek ennek részese. Inkább elszaladok az ellenkező irányba. És amikor a hajósok azt mondták, hogy miattad van ez a vihar, azt mondta nekik teljes léleknyugalommal, hajítsatok a vízbe, és ti megmenekültök. Valóban én vagyok az oka. Szegény hajósok oda mentek, és azt mondták, örökkévaló, ne tulajdonítsd nekünk ezt a bűnt, de ne halljunk meg ennek az embernek a bűne miatt, és belehajították a vízbe. És Jónás belement, és biztos vagyok benne, hogy egy mozdulatot nem tett. Azt gondolta, legyen gyorsan vége. Meghalok, és a halál elrejt engem az Isten akarata elől.
De Isten meg azt mondta, az én szellemem elől, te nem rejtőzöl el sehova se. Ha az égbe szállnál fel, ott is ott vagyok. Ha a pokolba szállsz alá, ott is jelen vagyok. Ha a tenger fenekére mész, ott is utolér a kezem. És ott is megtalál téged a kezem. Az én szellemem elől, te nem rejtőzöl el. És Isten azt mondta, hogy ha te így, én meg úgy. És rendelte a nagy halat, és Jónás ott volt a hal gyomrába 3 napig. Utána elment Ninivébe. Nem cserélte le az örökkévaló. De Jónás pontosan ezt az elvet értette meg. Pontosan ezt tudta, hogy Izrael vesztét fogja okozni, ha Ninive beliek megtérnek. Mert akkor nincs ok a maradásra. És tudjátok, mikor Júda ellen jött az ítélet, akkor Isten azt mondta, hogy láttad, hogy hogyan paráználkodott a te nővéred az Izrael. És láttad, hogy mi lett a vége. Hogy a szeretői kifosztották, kirabolták, lemesztelenítették, fogságba vitték, és rabszolga lett. És te mégsem tértél meg, hanem az ő útjain jártál. És elfordultál az élő Istentől. Nagyobb a te bűnöd, mondja Jeremiás Júdának, mint amely volt Izraelnek. És gondolod, hogy te büntetés nélkül fogsz maradni? Nem maradhatod büntetés nélkül, mert érvényes volt az áldás, és érvényes volt az átok. És akkor eljött az új szövetség, mert az egész történet erről szólt, hogy még az a nép is, aki megkapta az Isten kijelentését, aki megkapta az Isten akaratának az ismeretét, az a nép, aki ismerője volt Isten akaratának, a jó és rossz tudásának a birtokába volt, mert a törvény a birtokába adta, ez a nép is meg van fertőzve a bűnnel, és nem képes a törvény szerint élni. Az apostolok, olvassátok el, zsidó közegben ezt a vádat fogalmazzák meg Izraellel szembe, angyalok rendelésére vettétek a törvényt, és közületek senki sem tartja meg a törvényt. És Pál elkezd feszegetni egy titkot itt a vége felé a Róma levélnek, és azt mondja, nem mind izraeliták azok, akik Izraeltől származnak. Nem mind Ábrahám magva azok, akik Ábrahámtól származnak. Mert Ábrahámnak is 2 fia volt. Az egyik test szerint született, Iszmael, a másik fia viszont az ígéretből született. És az ígéret fiai, akik az Isten ígéretébe vetett hitből születnek, azok az Ábrahám fiai. És már az Ószövetségben is az emberek a hitük által lettek igazak. A zsidókhoz írt levél 11. része ezért sorolja fel ezeket az embereket, az igaz Ábeltől kezdve egészen a parázna Ráhábig és még tovább. Mert ezek az emberek hittek az Isten ígéretében. Ott hagyták Úr városát, mert Isten azt mondta, hogy ad nekik egy jobb örökséget. És vándorok és jövevények voltak a földön, mert megértették, hogy nem egy földi örökségről, hanem egy mennyei örökségről van szó. És mikor a Jákob odaállt a fáraó elé, akkor azt mondta, héber vagyok, jövevény vagyok. Nem egy népcsoporthoz sorolta ő magát. A héber azt jelenti, hogy vándor, hogy nomád. Hanem azt mondta, én ezen a földön héber vagyok. Nem itt vagyok otthon. Az alapokkal bíró várost várom, aminek az építője az Isten. És amikor botja végére hajolva imádkozott, amit kiemel a zsidó 11, mint a hit cselekedetét, megáldotta a gyermekeit. Mire nézve áldotta meg? Arra, hogy megjelent nekem az Ábrahámnak, Izsáknak, a Jákobnak az Isten, amikor visszajöttem Lábán házából, Lúzban, ami Bétel. És ez az Isten azt mondta nekem, hogy neked és a te magodnak, a te leszármazottainak adom ezt a földet. És erre nézve mondta ki az áldást a haldokló Izrael a fiaira. És miután kimondta az áldást, felhúzta az ágyra a lábait és meghalt. És a hit cselekedete volt, mert hitt az ígéretben. Hitt abban, amit az Isten neki mondott. És az ő fia József a halálos ágyán oda hívatta a testvéreit, és megeskedte őket, hogy engem el fognak temetni itt Egyiptomban, de ígérjétek meg, hogy amikor az Isten meglátogat benneteket, mert bizonnyal meg fog látogatni benneteket az Isten is, elvisz benneteket erről a földről, az ígéret földjére, hogy nem hagytok engem ott a piramisomba, hanem magatokkal visztek engem. És így is lett. Izrael fiai magukkal vitték Józsefnek a csontjait, mert ez volt a végrendelet, és eltett 110 év József halála és a kivonulás között. 110 év múlva is ez a nemzedék pontosan tudta, hogy Józsefet nem lehet itt hagyni. Miért? Mert József hitt az ígéretben.
Nem foglalkozott vele, hány nemzedékig fog tartani. Nem foglalkozott vele, hogy én meghalok, és nem látok belőle semmit. Tudta, hogy amit Isten megmondott, mert ismerte az Isten, tudta, hogy amit Isten kimondott, amit Isten megmondott, az úgy lesz, az igen és ámen. Ámen. Ne aludjatok. Hívom a Ferit. Messze van, de szellemben közöttünk van. És azt mondja a Róma levél, hogy nézd meg Istennek a kegyességét, hogy mennyire jó hozzánk, hogy a bűneink, a tisztátalanságaink, a csetléseink, botlásaink, a gonoszságunk ellenére az Isten közel jön hozzánk, és szeret bennünket. Hogy amikor még gonoszok voltunk, amikor semmi szánalomra méltó jó dolog, semmi nem volt bennünk, maximum a szánalomra méltóak voltunk, de többre nem. Semmi olyan nem volt bennünk, ami tetszhetett volna az Istennek. Akkor Isten az egyszülött fiát elküldte erre a földre. Értünk. És Jézus úgy halt meg, értünk, hogy egy őrjöngő, dühöngő tömeg vette körül, akik mind pocskondiázták, szitták és gyalázták. És örültek a halálának. És ez volt az utolsó kép, amit látott. A halála előtt. Ez maradt a retináján. Az őrjöngő tömeg, a csúfolódó, gúnyolódó tömeg, és úgy hunyta le a szemét, hogy mégis azt gondolta, hogy lesz, aki hinni fog. Hitben halt meg, ahogy a patriarkák is, az Isten emberei mind. Mert ez volt a titka az Ószövetségnek is, hogy az ígéret gyermekei voltak Ábrahám gyermekei, és az ígéret gyermekei voltak Izrael gyermekei. Azok, akik hittek az Isten beszédében, akik hittek az ígéretekben, akik nem a maguk cselekedetére néztek, hanem az Istenre néztek, és az Isten ígéretére néztek. És így lettek ők igazak már az Ószövetségben. Ábrahám is így lett igazzá, hogy elhitte, amit az Isten mondott, és mikor elhitte, és azt mondta, jól van, Uram, ha így lesz, abban a pillanatban azt olvassuk, Isten őt igaznak fogadta el. Amen. És most, hogy az Isten odaszegezte Jézus Krisztussal a törvényt, és odaszegezte Jézus Krisztusban az átkot, a keresztfára, és felszabadította az embereket a törvény alól, és azt mondta, hogy gyertek az én fiamhoz. Gyertek ahhoz, akit értetek, odaadtam. Megteszem a legnagyobbat, hogy megértsétek, hogy mennyire fontosak vagytok nekem, és hogy mekkora az én szeretetem. És én adok nektek egy Istenhez méltó örökséget. Mi is úgy vagyunk, mint Ábrahám. Isten kihív minket ebből a világból. Nagyon szép ez a világ. Nagyon sok szép dolog van ebben a világban. De Isten azt mondja, hogy hagyd ott, mint Ábrahám úr Kazdimot. Ne telepedj le benne, ne kozmálj oda. Gyere, és én mutatok neked egy olyan országot, amit azoknak készítettem el, akik engem szeretnek. És azt mondja az Isten, én ennyire szeretlek, és arra kérlek, hogy fogadd el az én szeretetemet, és ezt képessé tesz téged arra, hogy te is szeretni tudjál engem. És ez megváltoztat. Ez más emberré tesz. Nem csak arról szól, hogy benned dúló indulatokat el tudod folytani a törvény segítségével, hanem arról szól, hogy egész más életet kapsz, egy egész más szívet kapsz. Arról szól, hogy egy egész más ember leszel. Arról szól, hogy egy új teremtéssé válsz. De drága testvéreim, arról is szól, hogyha Istennek ezen a nagy ajándékával nem törődsz, akkor ez téged bűnössé tesz. Akár tetszik, akár nem. Hidd el, Isten nem a törvényt fogja számon kérni rajtad az ítélet napján. Nem azt fogja, hogy megtartottad-e a szombatot, hogy a tiszta, a tisztátalan között különbséget tettél-e, elloptad-e fere barátod pénztárcáját. Nem ezeket a dolgokat fogja az ítélet számon kérni rajtad, hanem azt, hogy én odaadtam a fiamat, érted? És te mit kezdtél ezzel? Ha odalapozunk a zsidókhoz írt levélhez, két igét szeretnék mutatni zárásként. A második és a tizedik részből. Azt mondja, így kezdődik a második rész. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk, mert ha az angyalok által hirdetett ige, ugye a törvény, olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először?
Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számukra, ugye az apostolokról beszél. Isten pedig velük együtt, az apostolokkal együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét, mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amiről szólunk. Sőt, valahol valaki ezt mondta a 8. Zsoltárban. Micsoda az ember, hogy gondod van rá, és az ember fia, hogy megemlékezel róla. Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, és utána fölibük emelted, mert megkoronáztad minden tisztességgel és dicsőséggel. Még az ember is fölötte lesz az angyaloknak. És ez az eljövendő világról szól. Ez a mostani világ, mondom, a fizika törvényétől lefelé, fölfelé, angyaloknak van alávetve. De az eljövendő világ nem angyaloknak van alávetve, hanem a fiúnak. Krisztusnak van alávetve. És azoknak, akik a Krisztuséi. Az eljövendő világban te meg én leszünk a felelősök azért, hogy a dolgok szép ékes rendbe menjenek. Rajtunk múlik. Belőlünk indul ki. Ahogy most az angyalokból indul ki a rend, úgy most belőlünk indul ki a rend. És ezért van az, hogyha belőled nem a rend indul ki, hanem a rendetlenség, nem leszel kompatibilis ezzel a világgal. Ez a világ kivet magából, mint ahogy az idegen testet kiveti a testünk magából. És ezért van szükséged Krisztusra, ezért van szükséged, hogy megváltozzál, ezért van szükséged arra, hogy megszentelődj, ezért van szükséged, hogy az életedet rendbe rakd. És ezt nem tudod a törvény alapján megtenni, hanem csak úgy tudod megtenni, ha a názareti Jézus Krisztussal személyes viszonyod és kapcsolatod van. És ezért óriási a bűne azoknak, akik intézményesíteni akarják ezt a kapcsolatot. És azt mondják, hogy gyere be a mi templomunkba, végezd el a mi szertartásunkat, edd meg a mi papunk kezéből, amit ad neked, és minden rendben van. Nincs minden rendben. Nincs minden rendben. És akkor sincs minden rendben, ha te eljössz ide, itt hallelujázol, tapsolsz, felemered a kezedet, ámenezel, mikor már kikényszerítem belőled. Majd elmész, és úgy élsz, mint a pogányok. Hello! Isten szent népe vagy. Szentségre hívott el bennünket az Isten. Senki sem láthatja meg szentség nélkül az Urat. Azt mondja, mindenki irányába kövessétek a békességet és a szentséget, amelyek nélkül senki sem láthatja meg az Istent. Nem, Isten ezt a liberálisok kedvéért már megváltoztatta. Isten is belátta. Visszavonta, finomított rajta, átírta. Szavazásra bocsájtotta? Nem, drága gyermekeim, nem. Isten szeret és hív téged. Egy csodálatos életre hív téged. Igen, ez az élet jár lemondással, önmegtartóztatással. Igen, ez az élet a héberek élete, a jövevények és a vándorok élete. A biztonságodat nem helyezheted földi dolgokba. Pénzbe, államba, XY bácsiba, törvényekbe, nem tudom én micsodába, hanem Isten arra hív, hogy benne higgyél, benne bízzál, ő legyen a te örökséged, ő legyen a te biztonságod, ő legyen a te kősziklád, ő legyen a te árnyékod. Mindenkinek van kősziklája. Mózes megénekelte. Választhatsz magadnak kősziklát, de hidd el, hogy olyan kőszikla, mint az Úr, nincsen senki más. Ez nem rendül meg a lábad alatt. Ezt nem vehetik el tőled. Erről a kőszikláról nem tudnak letolni téged semmilyen szabállyal, törvénnyel, hadsereggel, háborúval, semmivel. Az, hogy Isten odaadta a fiát ennek a világnak, a világra nagy felelősséget ró. És higgyétek el, hogy ez a világot bűnösebbé teszi, ha ezt megveti. És nekünk is ezt mondja a zsidókhoz írt levél, hogyha ugye az angyalok, mint szolgáló szellemek, így fejezi be az előző gondolatmenetet, hogy a fiú nagyobb az angyaloknál, mert az angyalok csak szolgáló szellemek, és az egész a célja az, hogy előkészítse a terepet azoknak, akik majd az üdvösséget fogják örökölni. És azt mondja, ha viszont a törvény megkapták az emberek, és akik hallották és megkapták, azok közül mindenki elnyerte a büntetését, aki áthágta a törvényt, akkor ne gondoljátok azt, hogy itt csak egy ilyen őszakálló Mikulás bácsi van, aki a csoki Mikulásokat osztja a gyerekeknek.
Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra. Elmész Izraelbe, ott a vallásos embereket látod, mindegyiknek ilyen szódás szemüvege van, mert az egész életüket azzal töltik, hogy tanulmányozzák az írásokat, meg az írásokról szóló írásokat, meg az írásokról szóló írásokról szóló írásokat. Meg az írások írásáról szóló írásokat. Szegények már a végén már nem is tudják, mi van a Bibliában, mert már 29. réteget tanulmányozzák. A 119. rabbi véleményét, a 118. rabbi véleményéről, arról, hogy neki mi volt a véleménye a 117. rabbi véleményéről, aki. De az indulat az, amit a Biblia is elismer, az, hogy Istennek akarnak tetszeni, és ott tanulmányozzák a kijelentést, hogy mire gondolt az örökkévaló, mit akar az örökkévaló. És oda kötik a madzagot, és felveszik a pajeszt, és felteszik a izét, és csinálják, és hozzák, és viszik, és csókolják a mezuzát, és mindenfélét csinálnak, mert azt akarják, hogy betöltsék az igét, betöltsék az írásokat, ez az indulat van bennük. És azt mondja, neked jobban kéne az evangéliumra figyelni ezeknél. Jobban meg kellene hallanod, mi az evangélium üzenete ezeknél, mert nagyobb a felelősséged, mert akire sokat bíztak, attól többet is várnak el. Nem tét nélküli a futásunk Krisztusban. És azt mondja, hogy el ne sodródjunk valamiképpen, mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet maga az Úr hirdetett először? Nem Mózes hirdette nekünk, nem valamely angyal hirdette a tűz közepéből, hanem maga a testélet ige, maga az Istennek a fia, a Krisztus szállt alá a mennyből, és hirdette nekünk az üdvösségnek ezt az öröm üzenetét, hogy aki benne hisz, az nem vész el, hanem örök élete van, aki benne hisz, elnyeri a bűneinek a bocsánatát, aki benne hisz, az és megmerítkezik, és belekeresztelkedik az ő halálába és az ő feltámadásába, annak Isten megbocsátja a bűneit, helyreállítja és ad neki egy új életet, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy Istennel éljen és örökölje az eljövendő világot, amit Isten azoknak készített el, akik őt szeretik. Megy ez az ámenezés, gyerekek. 10. rész. Huszonnyolcadik vers, zsidókhoz írt levél, 10. rész, 28. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az 2 vagy 3 tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki az Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem szellemét kicsúfolja? Mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúállás, én megfizetek, és ismét, az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az Isten kezébe esni. Nem tét nélküli ez a Jézus dolog. Nem arról van szó, hogy vannak ilyen visszamaradott csökött népek, akik valamilyen ragaszkodnak az ő Jézuskájukhoz, meg az ő Bibliácskájukhoz, hanem arról van szó, hogy Isten odaadta a fiát, érted? És ha te ezzel nem kezdesz semmit, akkor Isten haragja alatt marad az életed. Azért nem kell semmit tenni, hogy Isten haragudjon rád, csak élni kell az életedet. Ez jön belőled. Hogy a gyermekeinket sem kell megtanítani a rosszra, hogy rúgja szét a szomszéd kisfiú homokvárát. Melyikünk tanította a gyerekét erre? Nem? Nekem 3 fiam volt. Gyönyörűek, okosak, szépek, minden, amit akartok, csak jót tudok róluk mondani. Mert rosszat nem akarok. Nem, tényleg, nagyon áldott, szerencsés ember vagyok. De hát bizony le kell leszedni egyiket a másikról. Még most is előfordul, hogy kevés hiány ökölharc tör ki, és ki tudja, amikor nem látom, mi van. Pedig szeretik egymást, és én is szeretem őket. Higgyétek el, nagyon nagy tétje van annak, hogy Isten az ő egyszülött fiát odaadta értünk. A bűn ott van az emberekben, és ki is jön belőlük. Nem kell őket megtanítani a rosszra. Azt tudják maguktól. Csak szabadon kell engedni az ösztöneiket. Csak szabadon kell engedni az indulataikat.
de ugyanakkor az ember, mivel Isten képére van megteremtve, fantasztikus dolgokra is képes. Nem képes senki úgy szeretni, mint az ember. Persze mondják, inkább egy kutyát, mint egy barátot. A stabilan csóválja a farkát, ha hazajövök. Örül nekem. De nincs igazad. Egy kutya soha nem lesz képes úgy szeretni, mint egy ember. Soha nem lesz képes, érted, olyan dolgokat tenni, mint egy ember. Nagy kockázat van a szeretetben, de Isten épp emiatt, a csodálatos, nagyszerű pillanatok miatt tűri el azt a sok gonoszságot, meg ezt a sok bűnt, mert tudja, hogy az ember mire képes, ha szeret. Tudja, hogy az ember mire képes, ha hisz. Tudja, hogy az ember mire van megalkotva az ő képére és hasonlatosságára is, és Isten tudja azt, hogy ő mire képes. És emiatt te mire vagy képes. És ezt akarja belőled kihozni. Nem a vadállatot. És azt akarja, hogy gyere ki a harag alól. Azt akarja, hogy ne maradj a bűneidben. Hogy ne hidd azt, hogy benned van egy csalhatatlan ösztön, ami vezet téged a jó felé, mert nincs. Az a csalhatatlan ösztön a pokol felé vezet téged, a rossz felé vezet téged, a bűn felé vezet téged, a testnek indulata. És ezért adta Isten a fiát, hogy legyen mit belekapaszkodnod, legyen mit megragadnod. Csak Münchhausen báró hitte el, hogy a hajánál fogva ki tudja magát rántani az ingoványból. És lehet, hogy még csak botkádig ér, vagy lehet, hogy úgy gondolod, hogy jó, hát ez semmi, egy kis sár. De akiknek már idáig ért, azok tudják, hogy nem csak egy kis sárról van szó. És akiknek idáig ért, azok is tudják, hogy nem csak egy kis sárról van szó. Csak idő kérdése, mert mikor süllyedsz el benne végleg. És nem tudod magad kirántani, és ezért küldte el Isten a fiát, hogy kihúzzon téged, hogy adjon neked egy olyan erőt, egy olyan kezet nyújtott az Isten, hogy fogadd el ezt a kezet, és hogy nem csak kiránt téged a sárból, hanem megmos, megtisztít, és az ingoványos talajról áthelyez téged egy kősziklára, szilárd helyre. Amen. Ez az Isten terve. De szeretném, ha megértenétek, hogy egy Istenről beszélünk. Értitek? Egy Istenhez méltó jutalomban lesz részed, ha hiszel. De azt is meg kell értened, hogy egy Istenhez méltó büntetésben lesz részed, ha nem törődsz ezzel az üdvösséggel, vagy nem törődsz ezzel a kegyelemmel. Az sem olyan lesz, hogy jaj, hát ennye. Az egy Istenhez méltó ítélet lesz. És ez is benne van a Bibliában. És ez is része Isten kegyelmi üzenetének. Azt mondja, ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetése lesz méltó az, aki az Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amelyen megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem szellemét megcsúfolja. Ez van. Ez is benne van a csomagban, benne van a pakliban. Egy Istenhez méltó örökség, és egy Istenhez méltó büntetés. És a kegyelem pontosan erről szól, hogy mi mindannyian a büntetésre lettünk volna méltók. Isten azonban annyira szeret minket, hogy minden bűnünk és minden gonoszságunk ellenére békét ajánl, béke jobbját nyújtja, és azt kéri, hogy békülj meg, hogy becsüld meg a fiút. Lehet, hogy mások kidobvák a szőlőn kívül. Lehet, hogy mások elutasítják, eltaszítják, de te becsüld meg a fiút. Befejezem az üzenetemet, de szeretnék azokhoz szólni, akik most úgy vannak még itt, hogy még a harag alatt vannak, netán. Fogunk énekelni egy dalt, és én azt kérem tőled, hogy vizsgáld meg a szívedet. És ha kész vagy arra, hogy hozz egy döntést, hogy elfogadod Istennek az ajánlatát. Elfogadod Jézus kinyújtott kezét, aki azt mondja, hogy én elszenvedtem a bűnöd minden büntetését. És akarok adni neked egy új életet. Ha elfogadod azt az erőt, amit Isten ajánl fel arra, hogy kiszabadulj, akkor az a kérésem, hogy ezután a dal után, amikor elmondunk egy imát, mondd ezt az imát hittel. Mondd úgy, mint a sajátodat. És ha elmondod, utána arra foglak kérni, hogy gyere ide előre, mert szeretnénk imádkozni érted.
Szeretnénk a kezünket rátenni és megáldani téged, hogy Isten adjon neked álhatatos szívet, hogy ebben a döntésben meg is tudj maradni. Mert ez az Isten akarata. Ez az Istennek a terve. Ha pedig nem, bizonyságot teszek ma előtted, hogy én tiszta vagyok a vérettől, megmondtam neked. Én szóltam, átadtam az üzenetet. Mondhatod, hogy hülye vagyok, mondhatod, hogy bolond szektás vagyok, mondhatsz, amit akarsz, az vagyok. Láthatatlanba aláírom. De akkor is tudd meg, hogy az Isten országa ilyen közel van hozzád. Álljunk fel, dicsérjük az Urat.